Sziasztok, mongufták! Én Dave vagyok, és nézzük meg a mai frissítést. Segítenünk kell egy pisztáciának, méghozzá nem is akármelyiknek, hanem egy mókusnak. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Elvileg egy új versenyt ad, és ha jól olvastam, akkor jövő héten jönnek vissza az őslovak. Én kíváncsi vagyok, hogy mind visszajönne, mennyi jön vissza. Írjátok meg, hogy ha visszajönnek, ti melyiket vennétek meg. Komment szekcióban, illetve hogy milyen őslovaitok vannak és mik a neveik. Aztán már is megyünk, és rájöttem, hogy de felesleges szállítoznom, hát ott lakok tényleg. Ki az, aki szintén ide költözött, vagy, és hát nem ott lakok, hanem mellette, de ugye innen gyakorlatilag egy köpésre van. Hát mondjuk jó nagy köpésre, de tudok ekkorát köpni. Na, már is menjünk át. Én dilemmázok az átköltözésen egyébként. Csak ugye ez a rész is nagyon kiesik, tehát hogy én gondolkoztam rajta, de nem tudom, ugye én már laktam Mistfallban, azon gondolkozok, hogy laktam-e még máshol. Lehet, hogy csak ott Dandulba laktam és sehol, meg hát itt. Délpatán is nagyon erősen gondolkozok, nem tudom. Azt is írjátok meg, hogyha eljutottatok eddig a videóig, hogy ki hol lakik, szerkesztétek bele a kommentbe, én tényleg kíváncsi vagyok rá, ilyen kíváncsi vagyok arra, hogy ilyen felmérésszerűen, hú, de nehezen fogalmazok, igen, ma még nem kávéztam, srácok. Egy kicsit vegyes hangulatú napom van ma, azért is videót csináltam és nem live-ot, de holnapra összekapom magam, srácok, úgyhogy holnap valamilyen játékkal találkozunk, nem mondom, hogy SSO Live lesz, de valami biztos, hogy lesz. Addig is remélem, hogy örömet tudtam okozni suli után, vagy online oktatás után ezzel a kis videóval nektek. Na, tehát ez a terület nekem amúgy nagyon tetszik. Szívem szerint ide költöznék. Ott a mókus, pisztácia, szevasz! Van nálatok terasz? Oda néz a kis pisztáciát. Oda. Így, hagyják, hogy beálljunk mellé, nagyon király. Megveszem ezt a mókust. Így, varázslat is itt látszódjon, teljesen tökéletes. Szia, pisztácia! Cin, nagyon szívesen csevegnék, de teljesen elfelejtettem, hová tettem a pisztáciáimat! Várjunk, csak én vagyok pisztácia! Örülök, hogy találkoztunk, és neki vagy? Ez nem százas ez a mókus. 20 XP, nagyon jó. Várjuk csak, te vagy Anita, meg Night Pirate vagy, már rengeteget hallottam rólatok, főleg, hogy a lovat most vettem. Azt hiszem, mindegy, mit is csináltam. Ja igen, épp segítettem az erdészlovaknak összegyűjteni a virágokat és a gombákat piacukra. Mindig annyi mindent kell csinálni, de az erdő hatalmas, a lábaim kurták, az anyám meg rövidebb, de Night Pirate lába hosszú, és alapján, amióta itt állsz engem hallgatva, megkockáztatom, hogy a figyelmetek is jobb, cin. Hallod, ez zseni. Lennél olyan kedves, hogy segítenél egy mókusnak még néhány dolgot össze kell gyűjtenem a piachoz, majdnem az a Pikachuhoz. Gombákat, virágokat, leveleket, ilyesmiket. Én leginkább csak a természet csemegéknek nevezem őket. Jó van, segítek én, 20 XP. Remek cína, körülnézni a területen, biztos találsz néhány természet csemegét a piacra, sok szerencsét. Ó, 150-es. Versenyt kapunk, nagyon jó. Tehát csemegét gyűjtünk a piacra. Hogy örülne ennek Jana? Tudjátok, hogy ő nagyon sokat piacozik. Amúgy jobban is szeretünk piacon vásárolni, és finom csemegéket lehet ott kapni. Na meglátjuk, milyen csemegét találunk. Úgy egyébként ennek itt kéne ám lennie. A gomba a csemege. Én meg azt néztem, hogy de szép dísz az a gomba. Tényleg, hát mondta, gombóz kell neki. Egy kis virág, nagyon jó. És már tudom ám, hogy nem kell ilyenkor megállni, hanem mehetünk tovább. Törtetünk, és még egy kis virág. Lovagolj vissza pisztáciához. Mindig felvétel közben viszket az orrom, ti is így vagytok vele. Hát, ez egy gyors verseny volt. Hol vagy pisztácia? Szia, szia, pisztá, szia! Jaj, nem olvastam el, de hülye vagy, akarom mondani. Lovunk egy szinten feljebb lépett. Cint, szervusztok, pisztácia vagyok, örülök. Ó, Eni és Night Pirate, mindkettőtökre emlékszem, csak nem még egy természet csemegét szeretné gyűjteni. De, adjál még nekem
Csermészet csemegét. Temetét, nem? Csermészet temegét. Add ide a csemegét. Gomba. Mindig ugyanezt a háromat fogja adni, vagy azért lesz valami meglepő, nem tudom, mondjuk egy ananász, vagy kókuszdió, vagy nem tudom, minlepő, banán. Nem tudom, min lepődnék meg úgy egyébként. Mondjuk banán van az eszeszóba, meg dinnye is. Meg lehet ugye kajátatni a lóval. Nagyon jó, lepecsételtük. Várj, az utolsó, az, oda hogy jutunk el? Ezt még majd ki kell tapasztalni, hogy a területen belül hogyan kell menni. Úgy, nagyon jó vagy. Átugrottál. Átugrok én minden bokrot, imádom a kemény rokkot. Ó, tőletek lopok. Lopok vizet. Ja, nem a víz kell. Pedig azt hittem. Esküszöm, nem látom, hogy hol van a cucc. Annyira varázslatos minden, hogy nem látom a fától az erdőt, szokták mondani. Ó, hallod, beleolvad a környezetbe. De ez csak ezért nehéz, mert konkrétan beleolvad. Nem tudom, ti hogy jártatok, ti egyből észrevettétek. Mondjuk hát csillog meg minden, de mindegy. Én hoztam a formám. Jó verseny lesz ez. Nyihogó völgy, nyihogó. Igen. Írjátok majd meg mindenféleképpen, hogy tetszik ez a verseny nektek. Szerintem jó. Legalábbis arra jó, hogy hamarabb kiedzük a lovunkat. Meg érdekes volt pisztácia, most már akkor Dinóba van egy kutya, és itt egy mókus, aki ad nekünk feladatot. Most már bárcsak emlékeznék, hova raktam a... Mindig elfelejtem, hogy hova rak, mit hova rak, nem tart rendet, olyan, mint Dave. Ne legyetek olyanok ilyen téren. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a frissítés. Hogyha igen, dobjatok egy lájkot, illetve a videó, mert lehet, hogy a frissítés nem tetszett, de a videó igen, ki tudja, vagy fordítva. Lényeg az, hogyha tetszett, fejeld meg a like gombot, és találkozunk hamarosan egy live-ban. Addig is nézd vissza az eddigieket, ha lemaradtál valamiből, és gyere ide fel játszani, csináld meg te is a versenyt. Legyen szép délutánatok, szép estétek, sziasztok! És szokásos vágtázás, amíg neki megyek valaminek, megtörtént.